Sokan a karácsonykor felszedett kilóiktól szabadulnának meg, mások újévi fogadalomból kezdtek fogyókúrába a napokban. A folyamat azonban rosszul is elsülhet, ha valaki fontos tápanyagok bevitelét hagyja el. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Kicsák Marianna, József András Oktatókórház vezető dietetikusa. Kezdjük, sokan köszönjük, hogy itt van nálunk. Mindig azt szokták mondani, január az újévi fogadalmak ideje tényleg, de egyébként önök is ezt tapasztalják, hogy januárban, most akkor így fogalmazok, az ünnepek alkalmával történő nagy zabálások után leállnak az emberek, és igyekeznek sportolni, megváltoztatni az életmódjukat? A december-január ez egy kicsit veszélyes időszak, hiszen jóval kevesebbet tudunk mozogni, viszont elkerülhetetlen a karácsonyi ünnepek, az új év miatt, szilveszter, hogy kicsit többet fogyasztunk, mint amennyi optimális lenne. És talán az első lényeges kérdés az az, hogy január 2-án az ember, ha rááll a mérlegre, akkor problémának látja-e azt, amit lát? Vagy egyszerűen csak megy tavaszig, és akkor újabb kilókkal többet mutat majd a mérleg? Vagy valaki annyira fegyelmezett az ünnepek ideje alatt is, hogy igazából nem változik nagyon az életmódja. Én láttam karácsonyi időszakban is futó embereket a sportpályákon, vagy a tó körül, vagy egyáltalán figyel arra, hogy milyen mennyiségben fogyaszt ételeket az ünnepek idején, és akkor nincs ilyen kérdés január 5-én sem. Tehát ha jól tudom, akkor az emberi szervezet azért úgy van programozva, hogy télen, mint hogy a többet engedne meg, sajt venne fel az ember, hogy éppen ezért védekezzen, talán a hideg ellen. Ugye lehet, hogy egy ősi genetika van bennünk, tehát hogy nem véletlenül télen azért több kiló is halmozódik ránk. Szerintem ez sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy óhatatlanul kevesebbet mozgunk, tehát gyalogosan is kevesebb lépést teszünk meg a téli időszakban, ha valaki csak ilyen sportot választ, vagy mozgásformát. És a magyar konyhára az jellemző, hogy valóban különösen a téli időszakokban, vagy a téli időszakban jóval magasabb energiatartalmú étkezések vannak. Ha önmagában valaki nem eszik mennyiségileg többet, vagy gyakoriság nem növekszik, de egy-egy étkezésnek a kalóriatartalma, energiatartalma jóval nagyobb, akkor az néhány kiló pluszt jelent majd a tavasz kezdetén. Hát akkor nézzük, hogyha valaki arra adta a fejét, hogy januárban már pedig azért leadok pár kilót, hogyan kezdjen neki? Hát az első, hogy érezze problémának azt, hogy igen, gond, hogy hízott 2-3 kilót, mert akkor ebből a 2-3 kilóból 5-6 lesz, 7-8. Tehát, hogy először mindenkinek magának tudnia kell, hogy mi az a testsúly, amit ő optimálisnak gondol, amit fönn tud tartani hosszú időn keresztül, és akkor kapjon még észbe, amikor még csak néhány kilóról van szó, és nem amikor 10-15-20 kilóról, onnan már sokkal nehezebb visszamozdulni. Tehát, hogy ő maga lássa meg a problémát, utána egy reális célt kell kitűzni, feladatokat megfogalmazni. Érdemes szakemberrel konzultálni, hogy mi lesz ennek a legegészségesebb módja. Érdemes a családot, a támogató környezetet bevonni ebbe a feladatban, annál sikeresebb lesz a folyamat, és hát nagyon sok időt kell erre szánni, már mint olyan értelemben, hogy ha valamit egy súlygyarapodás lehet, hogy 2-3 hónap alatt jött össze ez a 4-5 kiló, és hogyha én ezt két hét alatt akarom leadni, az nem fog sikerülni. A felvezetőben ugye az is az elhangzott, hogy rosszul sülhet el, hogyha bizonyos tápanyagokat elhagyunk. Melyek lehetnek ezek a tápanyagok? Vagy ilyen egyik pillanatról a másikra történő diéta, azért az káros lehet az egészségre, nem? Hát mindig vannak divat diéták és olyan étrendek, amelyek veszélyeket hordoznak magukba. Éppen ezért érdemes dietetikussal konzultálni arról, hogy mi legyen az irány, és egyén étrendet kialakítani. Az egészségmegőrző táplálkozási szokásoknak a kialakítása a legfontosabb cél ebben az esetben is, hiszen nem elég csak elérni a kívánt célt, de azt megtartani csak akkor sikerül, hogyha közben az ember föltérképezi, hogy hol volt a hiba, azokat kijavítja, és hosszú távon pedig fönn tudja tartani az elért eredményt. Ugye itt végig a táplálkozásról beszéltünk, de hát azért a sport, a testmozgás is eléggé fontos. Mennyire fontos? Inkább akkor így kérdezném. Én azt mondom, hogy felnőtteknél legalább hetente 2-2,5 óra közepes intenzitású testmozgásra szükség van. Nagyon jók már az okostelefonokban ezek az applikációk, amikor az ember a nap végén meg tudja nézni, hogy hány ezer lépést tett meg. Ez is sokat számít. Hány ezer lépés? Akkor hát olyan 10 000. Napi 10 000 lenne az optimális.
De legalább azért 5-6 ezer ilyenkor is legyen, és gyalog közlekedni a városban, a munkahelyen minél inkább lépcsőt használni. Tehát ezek az apró praktikák, amelyek hosszú távon nagyon-nagyon sokat jelenthetnek. És a sporttal kapcsolatban, a testmozgással kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy inkább olyan mozgásformát válasszon mindenki, amiben némi öröme van. Tehát ha valaki nem szeret futni, akkor ez elég kemény lesz, és nagyon rövid ideig fogja fönntartani ezt a mozgásformát. Ráadásul az sem jó, hogyha egyik pillanatról a másikra nagyon terheljük a szervezetünket, hanem ugye itt is a fokozatosság elve. Hadd kérdezzek egy olyat, amit én személyesen jó magam tapasztaltam, hogyha sportolok, utána a farkaségség tör rám, tehát teli tudnám zabálni magam. Na már most ennek hogy lehet elejét venni? Mert hogy lehet, hogy hosszabb távon akkor a sportolás az mégis egyfajta hízási folyamatot indít el az embernél. Hát ilyenkor arra kell figyelni, hogy mit teszik az ember. Tehát lehet, hogy mennyiségben valóban egy picit többet, de nem mindegy, hogy miből mennyit. Bár bármilyen életformája van az embernek, a saját adagnagyságait meg kell tanulni. Tehát láthatom én azt, hogy gondolhatom azt, hogy nem eszek valamiből nagyon sokat, de hogyha valaki együltő helyében megeszik 30-40 dekányi kenyeret, vagy 4 szelet rántott húst, azt lehet, hogy úgy ítéli, hogy nem sok, de biztosan az. Tehát az adagnagyságokat akkor is tartani kell, hogyha valaki sportol. Praktika lehet az, hogy az ember megtanul ilyen mozgások után például, vagy egyáltalán általában megtanulja, hogy lassan egyen, hogy nyugodt körülményeket teremtsen az étkezésnek, hogy ne akarjon feszültséget oldani feltétlenül az étkezéssel, hanem valóban az étkezés egy öröm legyen. Mi a helyzet ezekkel a cukormentes ételekkel, ugye mennyire, vagy italokkal, mennyire érdemes, károsak, vagy sem az egészségre ezzel kapcsolatban is azért vannak jó néhány fals információk is, akár az interneten. A természetes cukrok benne vannak az élelmiszerünkben, a gyümölcsben, a gyümölcscukor, vagy tejben a tejcukor. Hát ezeket azért természetesen fogyasszuk megfelelő mennyiségben, de egy gyümölcsből sem azt jelenti, hogy egy ültőhelyben egy kilogrammot kell elfogyasztani, de egy adagnyit, 10-15 dekányit mindenképpen egészséges. A cukrozott italokkal már teljesen más a helyzet, ott arra mindenképpen kell törekedni, aki nem küzd súly problémákkal, azoknak is, hogy heti 1 liternél több cukrot tartalmazó gyümölcsleveket, vagy cukrozott üdítőket nem, illetve azok az italok, amiket otthon készítünk, tea, kávé, hát minimális mennyiséget tegyenek bele. És a cukormentes? Az édesítőszerekkel. Igen, tehát ezek nem károsak az egészségre. Én ennél az ebben az esetben is azt gondolom, hogy ugyanaz legyen az alapszabály, hogy alapvetően a szomj oltására a csapvíz, ásványvíz a megfelelő, és heti 1 liternél többet ezekből sem. Köszönjük, hogy itt voltálunk. Én köszönöm a meghívást.